Egyes karmestereket dühíti a zaj, másokat azonban a nézőtéri halál sem képes kizökkenteni. A komoly zenei koncertre látogatók réme a hallgatóság zaja. Az öregek közül pedig a köhögés a legidegölőbb. Mácsai János zenetörténész szerint a koncerttermi köhögés 100%-osan pszichés jelenség. Nem szükséglet, hanem egyértelműen a figyelem elkalandozásának jele. De azt mondjátok meg, hogy lehet előre köhögni? Tehát van négy tétel, és a harmadik tétel után elkezd 600 ember köhögni. Tehát igen, mert azt hiszem, hogy ő részt vesz a zenében. Tehát kiköhögi magát, az csak úgy, akkor neki. Én emlékszem, mert engem kicsit korábban vittek el komoly zenei koncertekre a szüleim, mint az életkorig ajánlott lett volna, vagy a 40 évvel korábban. És én emlékszem, hogy engem ez végig izgatott, hogy én majd ne köhögjek. És annyira készültem erre, hogy ne köhögjek, de még szerencsére rámadtak egy csokoljak, ahol így ültem. Simán megfulladtál. És köhögni. Az ember annyira nem akar köhögni, hogy akkor már csak azzal foglalkozik, hogy ne köhögjön, és akkor köhög. Igen. Előttem ült a sólyom, és egyszer csak jön a titkár a fülébe. Melyik sólyom? A László is ráköhögött. Nem, előttem ül a sólyom, a Liszt Ferenc kamarazenekar, és valami csúgtak a fülébe. Miért jársz a tubásba annyit? Hát mit? Sólyom László. Tudom, hogy a László csak ráköhögött. Sólyom László. Igen. Előttem ült, oda jöttek két étel közben, a fülébe súgtak valamit, és kirohant. Kitört a háború. Nem, gondoltam, ami sürgős alkotmánysért, és akkor az alkotmánybíróság elnöke volt, lement még egy tétel, és bejött a Róla Sápadtan, a Liszt Ferenc kamarazenekar. Róla János, nem Róla János. Mondd, hogy... Mágnás Miskával Alla. Igen. Igen. És drámai hangon bejelentett, hogy bombariadó van. Na tessék. És akkor mi van? Hát, hogy neki előbb megmondták és kimentették, mi meg dögöljük meg. Igen. 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 Feli! A sólyom egy védett madár. Te meg! Hány ilyen matematikus van, hát mint nem te? Sok van. Hát kevés van, az biztos. De van a beszélős néző, az is nagyon jó, aki dumál. Akkor aki azt mondja, hát oda megy neki, most megfogja neki, oda ment, látod, megmondta neki, meg le fogja szólni, hát így és akkor az ember ezt hallod, ezt a monoton a negyedik sorban, és valamit, hogy mit vághatná hozzá. De a Jucinak volt útkor a cukros néni, aki negyed órán keresztül bontott ki egy rohadt de cukrot. De nagyon, és akkor elővette a táskájából a cukrot és a zörgöt, és... Láttam, a Jucci szeme már vibrált, igen, mondom, hihetetlen, de nem tudta kibontani, akkor odaadta a férjének. És meg is beszélték, hogy hogy kéne kibontani. De mondták, így intettek, mert én rájuk néztem, igen, intettek, hogy nyugodtan folytatok. De az volt a mázni, hogy olyan szövege volt a Jucinak, hogy ki nem állhatom az olyan embereket, akik nem tudom, mit csinálnak, meg akik zsörögnek a cukorral! Hát ő így marad. Úgy vitték haza előadás után, így ült. A férje ott mellette, így ült. Most valahol ki vannak állítva, a nézők. A déli színház hallottam. A déli színházban volt a bánk-bánk, egy ilyen... nem mondom, kedves kollega, idős ember volt, és nyomta a Tibor panaszát. És annyira lassú volt, hogy már az van, hogy bor... De nagyon panaszkodott. És akkor egyszer csak egy néző azt mondta, hát! Azt mondja, egészségügye! Látja, hogy igazam van! Folytatod tovább. Na jó, ez a klasszikus, bocsáss meg, hát a klasszikus, persze, az Otello vidéken, a öreg paraszbácsi ült, azt mondta a jágónak, figyellek ám, ti vagy. Ilyen volt, igen. De most Pécset voltam egy valami stand-upon, színházi, hát az Imre emlékszik esetleg az estére, amit ott együtt töltöttünk, a történet végével... Nem, hogy emlékszem, hanem hát hát a vállópert. Igen, akkor keltem föl arra a szállodába, hogy magamhoz térjek, hogy bekapcsoltam a szállodába a tévét, és az önkormányzat, a pécsi önkormányzat testületi ülésén egy KDNP-s képviselő a következőt mondta. Pestről ide érkező magukat színésznek való egyedek, az utcán randalírozva, és tudtam, hogy azok mi voltunk. Olyan rossz volt. De nem ezt akarom mesélni, csak hogy a furcsaság a nézőtéren. Kacagott mindenki, mert akkor még fiatal voltam, és vicces,
kivéve egyetlen egy fiatal embert, az így ült. Az így ült, mert na, idegesített, de ha csak egy valaki, hát akkor tulajdonképpen nekem sikerem van, de egy valaki. És annyira idegesített, hogy egyszer csak már úgy vettem magamat, fogtam, és odaültem az ölébe, odaültem az ölébe, átkaroltam, és azt mondtam neki, legényke, te meg miért nem nevetsz? És az édesanyja azt mondta, mert 6-os fokozatú súlyos autista, és gyerekek, beleültem a... Én úgy égtem, és ahogy kiszálltam az öléből, még mondta, hogy... És úgy még nagyon rosszat csináltam akkor. Ezért kellett berúgni aznap este, mert nem bírtam a feszültséget elviselni. Új, de égő volt. Borzasztó. De ez, hogy ez, lehet? Az, hogy valahogy mentsem. Nem tudtam, hát honnan látod? Honnan hát látod? Hát egy néző, olyan, mint a többi néző, mindegy. Nem úgy értem, hanem... Az ember nem látja. Hát nem. Én amikor a sohasem mond, még nagy szám volt, és egy időben... Az nagy szám most is, de mindegy. Igen, és akkor egy időben ezzel én föléptem, még fiatal lány voltam, akkor most is az volt. És akkor... Még nagy sikere jó már kiiktattam belőle ezt a középrészt, az nem, de akkor még volt benne egy középrész, és akkor azt mondtam, tánc. Mondtam így, és oda mentem, és fölkértem valakit, és akkor mondta, nem megy. Én mondtam, hogy te eljött. Nem. És képzeld el, hogy nem volt lába. Mondjuk, hogy finoman nem sok lába volt. Nem igen volt neki. Rettenetes volt. Én azon, akkor kiiktattam a középrészt. Hát ez nem volt olyan jó. De abszolút jó, hát viccelsz. Ezek nagyon... Az volt az bár. Zárjuk azzal le, hogy nem jártál jó vele, na. Azóta is bánt, és most bocsátott. Hát a Teddy föllépett egy bolgár csoportnak. Szilveszter. Nem zavarta. Én mongol szakszervezeti delegáció. A siker ugyanakkora volt, hogy a magyaroknak lép. Jurtába aludtak. Magyarul olosza, oroszul mongolra fordították, és a Bonz Géza első mondata az volt, hogy Moszkva sztálingozik a hó, a kocsmából halk muzsikok szűrődnek ki. És ezt ki akarták lefordítani? Lefordítani. Még most is ott ülnek.